Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Jó választás, hiány szakmát tanulni, nagy kereslet van az építőipari szakmunkásokra. Szabálytalan parkolás Szekszárdon, szigorú fellépést és több megállóhelyet ígér a város. Megérkezett az első fekete gólya a bekamerázott gemenci fészekbe, hamarosan jöhet a párja is. Nem bírtak egymással, gól nélkül ért véget a Paks Honvéd Magyar Kupa negyed döntő. 2018-ban 23,5%-kal nőtt az építőipar teljesítménye. Ez azt jelenti, hogy egyre több szakmunkásra van szükség, például hegesztőre, festőre, mivel ezen szakmák 7 megyében is hiány szakmának számítanak, az ezt tanulók csak nyerhetnek. Az akár havi 50-60 ezer forint összeget elérő ösztöndíj mellé piacképes elméleti és gyakorlati tudást is szerezhet az építőipari szakmát tanuló diák. A Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményei így a korszerű szakképzés mellett növelik Tolna megye népesség megtartó erejét is. Be tudnak jönni egy 3 éves képzésre, és be tudnak jönni egy 5 éves képzésre is. Az 5 éves képzés az érettségivel zárul. A Szekszárdi Szakképzési Centrum első István szakképző iskolájának vezetője mutatta be a diákoknak, hogy a nemrég megjelent szakképzési törvény végrehajtási rendelete mit is jelent. Az ő iskolájukban is számos olyan hiányszakmát lehet tanulni, amelyekre nagy a kereslet, és egyúttal a munkaerőpiaci hiányokra adnak választ. Ahogy mondta, szeptembertől új, az ipar követelményeihez és technikai szintjéhez alkalmazkodott tantervvel várják a jelentkező tanulókat. Mind a szakmának, mind az oktatásnak ez közös érdeke. A szakképzést választóknak nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartani, hiszen a technikusokat és a mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet. A meglévő vállalati kapcsolatok mellett folyamatosan keressük és bővítjük a kapcsolatainkat. A képzési kínálatunkat mindig úgy alakítjuk ki, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodunk, és a vállalati igényeket beépítjük a képzési struktúránkba. A most hiány szakmának számító hegesztő, valamint épület és szerkezet lakatos szakmát tanulókat a nemrég megjelenő szakképzésről szóló törvény végrehajtási rendeletében leírt ösztöndíj rendszer is támogatja. Ezen diákok akár havi 50-60 ezer forint összeget elérő ösztöndíj mellé piacképes elméleti és gyakorlati tudást is szerezhetnek. Mindezt az iskola és a helyi vállalatokkal való közös együttműködés is segíti. Ilyen az iskola közelében található Mezei Mihály által vezetett céggel való partnerség is. Én is oktatom őket, mert itt is van elmélet, tehát itt is van hegesztésismeret, itt is van egy tanterem, ahol a gyerekek beülnek, és ugyanúgy mi azzal a tematikával, azzal a szisztémával haladunk itt a gyerekekkel, mint amit az iskolában már hallottak, tanultak, jegyeztek, írtak, rajzoltak, mindent, tehát mi elég jól összedolgozunk itt az első Istvánnal. Egy 2017-es magyarországi felmérés szerint a megkérdezett tanulók 78%-a azt válaszolta, hogy szívesen részt vesz olyan képzéseken, amely a tanórákon kívül további lehetőséget nyújt ismereteik bővítésére. A stabil hátteret biztosító, átfogó szakmai képzésekre pedig azért is szükség van, hogy az ezen a téren karriert építő fiatalok meg is maradjanak választott pályájukon. Kifejezetten rosszul áll Tolna megye és a Dél-Dunántúl az elektromos töltőkutak számát tekintve, ez derül ki a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal összesítéséből. Míg az országban összesen 13.585 ilyen kút található, addig a Dél-Dunántúlon mindössze 85 darab. Ennél kevesebbet, 73-at csak az észak-magyarországi régióban használhatnak az elektromos autók tulajdonosai. A legtöbb elektromos töltőkút pedig Közép-Magyarországon van, több mint 8-szor annyi, mint a Dél-Dunántúlon, 699 darab.
1,5 millió forint bírságot szabott ki a szekszárdi önkormányzata szabálytalanul parkoló autósokra csak 2020 első két hónapjában. Rengeteg a szabályokat áthágó sofőr, ezért a Városházán azt ígérik, a közterület felügyelők több ellenőrzést tartanak majd, és jó néhány utcában szigorítják a várakozás feltételeit is, továbbá több parkolóhelyet szeretnének kialakítani a jövőben. Parkolás járdán, fűvön, forgalomban szemben, megállást megtiltó közlekedési tábla mellett, vagy éppen elektromos töltésre kijelölt helyen. Ezek a nézőinktől kapott felvételek is jól mutatják, mekkora probléma a parkolás Szekszárdon. A Kinizsi utcában is gond van. Az ott lakók többször panaszkodtak arra, hogy szabálytalanul állnak ott az autók egész nap, mivel ebben az utcában csak 2 órát lehet várakozni. A város közterület felügyelői által kiszabott bírságok is jól mutatják a problémát. Az elmúlt 2 hónapban több bírságot szabtak ki, mint tavaly ugyanezen időszakban. Hát az első 2 hónapban 1,5 millió forint értékben szabtak ki a közterület felügyelők helyszíni bírságot. Ez elsősorban a megállási, várakozási tilalmak, behajtási tilalmak megszegése miatti eljárások során kerültek ezek a bírságok kiszabásra. A városigazgatási osztályvezető azt mondja, ők is látják, hogy több parkolóhelyre lenne szükség a városban. Ameddig ezek nem épülnek meg, a közterület felügyelet fokozottabban ellenőrzi az autósokat, és jó néhány utcában szigorítják a várakozás feltételeit. A közülés döntött a legutóbbi ülésén arról, hogy a Toldi utcát, illetve a Balcsi-Zsirinszki utca 7-9 számú épület mögötti parkolót, területet is bevonja a 2 órás várakozási övezetbe. Ez azt jelenti, hogy április 1-től kezdve ezeken az útszakaszokon is csak legfeljebb 2 óra időtartamig lehet majd várakozni. Amint ez letelik, akkor el kell hagyni a várakozóhelyet. Szabálytalan parkolásért akár 50 000 forint bírság is kiszabható. A közterület felügyelőn múlik annak mértéke. Ám vannak fix bírságok. Így például, ha valaki szabálytalanul parkol a járdán, 10 000 forintra büntetheti a közterület felügyelő. Március 1-től a mozgáskorlátozottak autószerzési és az átalakítási támogatás kérelmeit már nem a járási hivatalok, hanem a kormányhivatal bírálja el. Aki már beadta a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz az igénylést, annak nincs semmi teendője. Ezekkel a beadványokkal és a folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban a hatóság hivatalból megteszi a szükséges intézkedéseket. A kérelmek benyújtásának határideje ezentúl minden év szeptember 30-a, amiket legkésőbb december 15-éig bírálnak el. A Tolnamegyei Balassa János Kórház új szülészeti osztályának megépítése az elsők között szerepel azon a 20 pontos listán, melyről Horváth István Szekszárd és térségének országgyűlési képviselője egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel a napokban. Az új szülészet épületének a meglévő gyermekosztály mellett lesz a helye. Az épület tervei korábbi támogatásoknak köszönhetően már elkészültek. 5-5,5 milliárd forintba fog kerülni a beruházás, de emellett a szekszárdi rendelőintézetet is felújítják, ami szintén nagyságrendileg 4 milliárd forintba kerül majd. Tehát az kettő együtt egy nagyon erős, komoly fejlesztés, és én ezt kértem miniszterelnök úrtól, hogy az egyik legfontosabb kiemelt beruházása kell, hogy legyen a térséghez, én ehhez kérem a kormányzatnak a támogatását, hogy ezt sikerülhessen megépíteni. Én azt gondolom, hogy bizakodók lehetünk ezzel kapcsolatosan. Március végéig lesznek a különböző elképzelések összesítve, költség és forrás erre alokálva. Szigorúbb célokat kell kitűzni a klímavédelem érdekében az LMP szerint, erről beszéltek Szekszárdon a párt társelnökei. Az Európai Zöldpártok Szövetségének irányvonalát követve az LMP is azt szeretné elérni, hogy az Európai Unióban 2030-ra 65%-kal csökkentsék a széndioxid kibocsátást, és ne 2050-re, hanem 2040-re érje el az EU a klímasemlegességet. A magyar kormánynak azonban nincs valódi és hatékony zöld programja az LMP szerint. Schmuck Erzsébet azt mondta, a megújuló energiát kellene használni az atomenergia helyett, a közösségi közlekedést, azon belül is vasutat kellene fejleszteni, mert ezek környezetbarátabb megoldások az autó, illetve a repülő használatánál, ám ezekhez az államnak intézményrendszert és forrásokat kellene biztosítania. Nagyon fontos települési szinten is, hogy minél több megújuló energiát használjunk,
megújuló energiának a településeken, városokban is van lehetősége, hiszen mint ahogy most például egyre többet süt a nap Magyarországon. Nagyon fontosnak tartjuk a szélerőművekkel kapcsolatos lehetőséget is. Baranyai Esztert, a Tolna megyei önkormányzat korábbi aljegyzőjét nevezték ki megyei főjegyzővé március 1-től. Baranyai Eszter korábban a regői, kölesdi, illetve gyönki székhelyű közös önkormányzati hivatalokat vezette, végzettségeit illetően jogász és magyar szakos tanár, mindemellett a turizmus vendéglátás szakembere. Az új főjegyző Kölesdenél a helyi értéktár elnökeként kutatja és népszerűsíti a település kincseit, hivatali teendőin felül pedig segíti a megyei értéktárbizottság munkáját. Előbb érkezett meg idén az első fekete gólya Gemencbe, mint várták. Március közepén szokták elfoglalni a fészküket a különleges és rejtőzködő madarak, most azonban már március 3-án megtették ezt. Egyelőre nincs neve Gemenc üdvöskéjének, de az internet népe valószínűleg idén sem hazudtolja meg magát, és elkereszteli a fészekbe beköltöző gólyát, aminek hamarosan megérkezhet a párja is. Március 3-án reggel 6:30 kelt életre a Gemenci erdő bekamerázott fészke, amikor is megérkezett az idei első fekete gólya. Nem sokkal később egy kicsit rendezgetni kezdte új otthonát. Általában 35-40 fekete gólya pár költ ebben a Gemenci ártérben. Most úgy tűnik, hogy még csak ez az egyetlen van itt Gemencen, általában kicsit később, március közepén szoktak megérkezni a fekete gólyák. Közel 7 éve kamerázták be a fészket abból a célból, hogy megfigyelhessék a madarak életét, milyen táplálékot hordanak fel a fészekbe, hogyan növekednek a fiókák, miért pusztulnak el a kicsik. A fekete gólyák ugyanis rejtőzködő életet élnek. Van a fekete gólyákra jellemző is, hogy nem nagyon tűrik a zavarást. A fehér gólyák azok szívesen beköltöznek egy faluba, és a falu közepén eléldegélnek. A fekete gólyákra ez nem jellemző, a legkisebb zavarásra is hajlamosak elhagyni a fészküket, és a következő évben már egy másik fészekben fognak költeni nagy valószínűséggel. Mivel a fészek új lakója nem visel gyűrűt, így a madarat figyelő szakemberek nem nevezték el. De Csontos Péter azt mondja, az internet népe mindig szívesen kereszteli el a fekete gólyákat, szerinte idén sem lesz ez másként. 2019-ben egyébként 2 jelöletlen fekete gólya foglalta el a fészket. Ők az Éliás és a Sára nevet kapták. 4 fiúka kelt ki a fészekben, de a szokatlanul hideg idő miatt elpusztultak, sőt a vihar a kamerát is tönkretette, így a közvetítés június 20-án leállt. Azóta a hibát kijavították, és néhány napja újra megkezdődött az élő közvetítés. Várhatóan április 24-től adhatják be a telepek korszerűsítését célzó pályázataikat a baromfi és a sertéstenyésztők. A pályázatokat az Agrárminisztérium írja ki, azért, hogy ezek segítségével próbálják megállítani a madárinfluenza és a sertéspestis terjedését. A gazdálkodók akár 20 millió forint visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak, amit mások mellett telepi hullatároló kialakítására és korszerűsítésére, kéz- és lábfertőtlenítő kialakítására, fertőtlenítő kapu telepítésére fordíthatnak. Zeneirodalmi vetélkedőt tartottak a Bonyhádi Általános Iskola Bartók Béla Művészeti Tagintézményében. A versenynek több mint 20 éves hagyománya van. A szolfés csoportokból verbúválódott 7-9 fős csapatok egy-egy zenetörténeti kor zeneszerzőiről kvízjátékszerűen mérhették össze tudásukat. A vetélkedőt a 95 éves Varga Károly zenetörténész vezette, az ismert zenepedagógus korábban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Intézetének volt a vezető tanára, és a Fővárosi Zeneiskola szervezett tanszékvezetőjeként tevékenykedett. 25 évig a Magyar Televízióban, 45 éven keresztül pedig a Magyar Rádióban vezetett zenei műsorokat. Varga Károlyban közel 60 éve ötlött fel a zenei vetélkedő gondolata, a Bonyhádi verseny a 4899. versenye, azt mondja, alig várja, hogy elérje az 5000-et. Már a rádió sorozataimban is nagy vetélkedőket rendeztünk, mert az én elképzelésem szerint aztán úgy alakult ki, hogy legyenek zenei versenyek, nagyon ritkán, és csak azoknak, akik nagyon közel állnak a zenéhez, sőt, akik benne élnek a zenéhez, már fiatalkorban is, akár gyermekkorban is.
és legyenek zenei vetélkedők, tehát komoly témájú és komoly keretek között megvalósított fejtörőjátékok, és legyenek zenei játékok, nagyrészt a kisebbeknek, de lehet ez akár a felnőtt fiatalok körében is. És így kialakult ez. Gól nélkül ért véget a Paksi FC és a Budapest Honvéd csütörtöki összecsapása a Tolna megyei csapat Fehérvári úti stadionjában, a két együttes a Magyar Kupa negyed döntőjében csapott össze. A Paksi FC-nél Bödét nem is jelölte Ostermayer Gábor vezetőedző, és a télen visszaigazolt Bertus is csak csere volt, de nem lépett pályára. Míg a vendégek leghíresebb játékosa, az olasz Lanzafámét egyáltalán nem nevezte be erre a mérkőzésre Pisont István megbízott vezetőedző. A Honvédnél George Campbell is csak a kispadon foglalt helyet, játékára nem került sor. Igazi gólhelyzet kettő alakult csak ki. Az egyik az első félidő első felében, amikor egy baloldali beívelés után a honvédos Batik nem sokkal fejelt mellé. A másik pedig szünet után, amikor a becserélt Paksi Könyves sokadik jó előkészítése megugrása után Hán János került közelről zicserbe, maradt a 0-0. Én azt gondolom, hogy a döntetlen állások közül legjobb született, hiszen kupamestről lévén szó, ha idegenbe gólt rúgsz, tovább juthatsz. Amennyiben jövő szerdán Szegeden, mert a kispesti pályaátépítés miatt ott fogadja a Honvéd a Paksot a Magyar Kupa visszavágóján, úgy érnek el döntetlent a zöldfehérek, hogy rúgnak legalább egy gólt, ők jutnak a legjobb négy közé. Regionális híreink következnek. Valós veszély, a honvédség felkészült egy esetleges járványhelyzetre. Márciustól változtak a hatáskörök a közigazgatásban, cél a gyorsabb, egyszerűbb ügyintézés. Fontos a megelőzés, szinte egész évben aktívak lehetnek a kullancsok csak az enyhe tél miatt. A Magyar Honvédség felkészült a koronavírus okozta esetleges járványhelyzetre, erről Benkő Tibor honvédelmi miniszter beszélt Kaposváron. A Magyar Honvédség is felkészült egy esetleges járványhelyzetre Magyarországon a koronavírus kapcsán. Erről beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter Kaposváron. A politikus hozzátette, a veszélyhelyzet valós, így erre folyamatosan készülni kell. Vannak felszereléseink, van NATO által akkreditált biolaborunk, mobil biolabor, amely a legsúlyosabb vírusok kimutatására is alkalmas, és nyilván annak kezelésére. Felszerelésekkel, katonáinknak külföldön is kiosztottuk azokat a védőeszközöket, védőfelszereléseket, amelyekre szükség lehet, és ugyanakkor a Magyar Honvédségnek helye szerepe van abban is, ha netán Magyarországon ilyen történne, akkor segítenünk kell mind a rendőrséget, mind a katasztrófavédelmet, mind pedig az egészségügyi dolgokat, hiszen szállítás, területzárás, egészségügyi ellátás, Magyar Honvédségnek mindenütt van helye, szerepe és feladata. Dr. Veres Zsolt háziorvos szerint pánikra továbbra sincs ok, ugyanakkor az elkerülése érdekében mindenki megtehet néhány egyszerű óvintézkedést. Több mi valószínű, hogy egy rövid idő elteltével mindenütt lesznek betegek, akár mint Olaszországban. És abban az esetben egy új sztereotípiát kell fölvenni, sokkal többször mosunk kezet, sokkal másabb köszönési szokásokat veszünk fel, például nem adunk kezet óvatatlanul mindenkinek, nem puszilkodunk naponta 20-szor, tehát ezeket meg kell tanulni, mert ez a vírussal való együttélésnek az új kódexe lesz. Veres doktor szerint ugyanakkor friss gyümölcsök, zöldségek fogyasztásával, napi többszöri friss levegőn tartózkodással tovább növelhetjük szervezetünk védekező képességét a vírussal szemben. Egyszerűbb és gyorsabb ügyintézést ígérnek azok a változások, amelyek márciustól léptek életbe a magyar közigazgatásban. A jogszabályokat még decemberben fogadta el a parlament. Ezek szerint a kormányhivatalok feladata megváltozott, legyen szó szabálysértési ügyekről, gyámügyi kérdésekről, vagy éppen az építésügyi engedélyezés területéről.
Jelentős változásokat hozott a március a közigazgatásban. A kormányhivatalok egyszerűsítéséről szóló jogszabálycsomag több fontos eleme is hatályba lépett. Szabálysértési területek tekintetében a rendőrség kapta meg március 1-ében ezeket a feladatokat. Valamikor sok-sok évvel ezelőtt ez náluk volt, aztán került a jegyzőhöz, majd a kormányhivatalhoz, most visszakerült oda, ahol szerintem a legjobb helyen van. Változott a gyámügyi feladatokkal kapcsolatos teendője is a megyei kormányhivataloknak. A kormányhivataltól elkerülés a bírósági szakaszban mindjárt a kapcsolattartás intézménye. Azt láttuk az elmúlt időszakban, hogy nagyon sok esetben a szülők nem fogadták el, megtámadták a járási hivatalaink gyámügyi hatóságainak végzését. Számok tekintetében ez több mint 90%. A jogalkotó bölcsessége az pedig felismerte ezt a helyzetet, és mindjárt a bíróság az, aki ezzel a témakörrel foglalkozik. A megyeszékhely szerinti járási hivataloknak megszűnt a járási feladatok között betöltött kiemelt szerepe. Ezek az egész megyére kiterjedő illetékességgel végezték többek között az olyan feladatokat, mint a környezetvédelem, munkavédelem, családtámogatás, fogyasztóvédelem vagy a nyugdíjbiztosítás. Az országgyűlés által még decemberben elfogadott újítások célja, hogy tovább egyszerűsödjön a közigazgatás, hatékonyabbá és gyorsabbá váljon az ügyintézés. Az óvoda 400, a strand 500 millió forintból újult meg Fonyódon, a településen idén sem állt meg a fejlesztés. A tervek szerint egy csiszta fürdőig tartó kerékpárutat alakítanak ki, és folytatódik a strandok modernizálása. Tágas és világos csoportszobák, korszerű fűtés és belső világítótestek, a falakon kívül minden megújult a Fonyódi Fecskepart óvodában és bölcsödében. Az intézményt tavaly októberben adták át, emellett a strandokat is modernizálták Fonyódon 2019-ben. A legnagyobb beruházásunk az az 500 millió forintos strandfejlesztési projekt volt, amiben 6 strandunk újult meg, vizes blokkok, játszóterek, és hát az egyik legnagyobb büszkeségünk az Árpád parti futópálya. A pályát ma már szívesen használják a mozogni vágyók, a fejlesztések sora pedig idén is folytatódik. Mi egyrészt megkerüli Fonyódot, és egy Y-ágban leágazik Csisztafürdőre. Ez nagyon fontos lesz a téli, őszi, tavaszi kerékpáros turizmus szempontjából, illetve Csisztafürdő fejlesztése remélem előbb-utóbb el fog kezdődni. A Csisztafürdőt Fonyóddal összekötő kerékpárút kivitelezése várhatóan szeptemberben kezdődik, amíg a strandokat 167 millió forintból modernizálják. Bár a kullancsok általában késő tavasztól kora őszig aktívak, az enyhe téli időjárás miatt bármikor számíthatunk megjelenésükre, mondja egy pécsi biológus. A szakember azt javasolja, hogy zárt öltözettel és rovarriasztószerekkel védekezzünk a vérszívók ellen, ha túrázni indulunk. A kullancsok veszélyes betegségeket is terjeszthetnek, az élősködők eltávolításának legegyszerűbb módja, ha egy határozott mozdulattal kihúzzuk az állatot a bőrből. Hamarosan elindul a kullancs szezon. Az apró vérszívók áprilisban, májusban, júniusban és szeptemberben aktívak. A szakember szerint azonban az enyhe téli időjárás miatt szinte egész évben számíthatunk megjelenésükre. Az enyhe csapadékos nedves teleknek köszönhetően a kullancsok télen is megőrzik aktivitásukat, de nyilván a kedvezőbb, tavasziasabb idő közelettével egyre fokozódik az ő aktivitásuk. A túlélésükhez a legfontosabb a környezetük nedvességtartalma, ha ez adott, akkor ők képesek aktívak lenni akár teljes év, teljes szezon során. Az erdei utakon, túraútvonalakon találkozhatunk a legsűrűbben kullancsokkal, azonban a városokon belüli bokrosabb területeken szintén elszaporodhatnak ezek az élősködők. Ez azért is jelent problémát, mert veszélyes betegségeket terjeszthetnek. A legismertebb a Lyme-kór, ami ellen nem tudunk védekezni. A Lyme-kort egy baktériumfajta okozza, ugyanis a kullancsok terjesztik. Lyme-kór ellen nincsen védőoltás. A kullancsenkefalitiszt vírus okozza, ebben az esetben viszont tudunk védőoltással védekezni. A kullancscsípés elkerülése érdekében mindig viseljünk zárt ruházatot, ha túrázni indulunk. Emellett a rovarriasztószerek is hatásosak. Fontos, hogy mindig vizsgáljuk át magunkat, illetve házi állatainkat egy-egy kirándulás után. Ha az óvintézkedések ellenére mégis kullancsot találunk testünkben, szakszerűen távolítsuk el. Semmilyen szerekkel való kenegetés, illetve illóolajokkal
való dörzsölgetés, csavargatás egyáltalán nem javasolt. A kullancs szájszervében nincsen csavarmenet, tehát emiatt sem praktikus őket tekergetni. A legmegfelelőbb módszer, ha egy határozott mozdulattal kihúzzuk az élősködőt. Ezt tehetjük akár a körmünk, vagy egy szemöldökcsipesz segítségével, de kapható már kifejezetten a kullancsok eltávolítására kialakított csipesz, illetve kanál is. Végül mutatjuk újra, hogy miről szólt a híradó. Jó választás, hiány szakmát tanulni, nagy kereslet van az építőipari szakmunkásokra. Szabálytalan parkolás Szekszárdon, szigorú fellépést és több megállóhelyet ígér a város. Megérkezett az első fekete gólya a bekamerázott gemenci fészekbe, hamarosan jöhet a párja is. Nem bírtak egymással, gól nélkül ért véget a Paks Honvéd Magyar Kupa negyed döntő. Pénteken borongós, esős időre számíthatunk, többfelé jelentős mennyiségű csapadékkal. Napközben gyenge, olykor élénkebb légmozgás lesz jellemző, míg éjjel már élénkebb szél várható. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!